Megtartotta a 2022-es év első rendesülését a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás, ahol az egyik fő téma az éves költségvetés volt. A költségvetés betértése is ugyanúgy vonatkozik a társulásra, mint az önkormányzatra is. Sajnos az elmúlt években évről évre csökken a társulásnak a költségvetése, hiszen alapvetően csak a befolyt tagdíjakból tudjuk működtetni. Amúgy hiszem és remélem, hogy mindezek ellenére a tagjaink szívesen fizetnek tagdíjat, hiszen olyan szolgáltatást tudunk nyújtani, amelyet egy-egy kis település önmagának nem tud megteremteni. Ezért alapvetően az elmúlt évekhez hasonlóan nem kavart nagy vitát a költségvetés, hiszen a tagdíjakat 2022-ben nem emeltük, és a 2020-ban megállapított tagdíjakat tudunk működni 2022-ben is. Másik nagyon fontos naprendi pont ilyenkor még, amikor a rendezvény naptára elkészül a Kaposmenti Társulásnak, ez alapvetően a közösen üzemeltetett sörsátorunkban merül ki, de próbálunk mindig úgy időpontot egyeztetni, hogy aki kéri, az megkapja a sátrat, és egymás programvét ne keresztezzük, és minél több programon tudjunk közösen részt venni, és együtt lehessünk. Egyedül nem megy, és mi hiszünk ebbe. Az összefogás és a közös gondolkodás és az együttműködés hozta létre ezt a társulást, és az is tartja életben. A célok azok nem változnak, minél több forrás szeretnénk a dombvári járásba hozni, és ezért mindenféle társulás, illetve konzorciumi partnerségre vállalkozunk egymással, hiszen a dombvári kistérség egy oly kicsi terület, hogy nem lehetnek eltérő célok, és nem lehetnek más-más nagyon nagy álmok, hiszen a járást egyként kell kezelni, és 35 ezer ember érdekeit együtt kell szolgálnunk. A Kaposmenti Társulás 2022-es évi első ülésén a klímastratégia előrehaladásáról is hallottak egy beszámolót a megjelentek. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira akut kérdés, és annyira aktuális, hogy ez kiváló példa volt arra, hogy megmutassuk, hogy a Dombovár és a 16 térségben lévő településnek együtt kell tudnia gondolkodnia. Ebben az évben még konkrét feladatok nem valósulnak meg. Egyelőre gondolkodásmódot próbáljuk az embereket ebbe az irányba tolni. Iskolákban és egyéb felnőtt közösségekben is ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, próbálunk szervezni játékos vetélkedőket gyerekeknek, tehát mindenkézzel szeretnénk juttatni azt, hogy a klímastratégiával kell foglalkozni, és 2022-ben itt az ideje, nagyon komolyan vegyük. A stratégiának három fontos eleme van. Ezek közül az egyik, hogyan lehet az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni, azaz mérsékelni az éghajlatváltozást. Erre gondolom sokan felszisztennek, hogy ugyan már például Dombóvár és térsége mit tud hozzátenni a klímaváltozáshoz. Hát erre azt szoktam mondani, hogy a Földön él több mint 7 milliárd ember, és ha mindenki azt hiszi, hogy nem tesz hozzá a klímaváltozáshoz, akkor nagyon nagy baj van. Tehát mindenkinek a maga közegébe meg kell tenni minden létező dolgot, hogy ezt a problémát közösen meg tudjuk oldani. A másik lába az a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás. Ugyanis az tény, hogy a klímaváltozáshoz halad előre. Ugye az többek közt tőlünk függ, hogy milyen mértékű lesz az előrehaladása, mennyire tudjuk mérsékelni. Hangsúlyozom, csak mérsékelni tudjuk, megállítani nem. Tehát ehhez a változó környezethez alkalmazkodni kell. Na most az alkalmazkodásnak a legfontosabb szintje a települések és a társulásnak a szintje. A másik szint pedig nyilvánvalóan az otthonaink, az épületeinknek a felkészítése. Kettő nem valósítható meg egy komplett szemléletformálás nélkül, tehát ez a három lába van, kibocsátás csökkentés, alkalmazkodás és szemléletformálás. A szakértők szerint az alkalmazkodás az, amiben lépéshátrányban vagyunk egyelőre. Alkalmazkodni kell a szélsőséges időjáráshoz, az állandó szeles időszakokhoz, a jégverésekhez, a teljes kiszámíthatatlan csapadékok mennyiségéhez és annak eloszlásához.